Díjtámogatás az agráriumban. A korábbi 3 milliárdról 3,5 milliárd forintra növeli a mezőgazdasági biztosítások díjtámogatásának keretét a miniszterelnökség az idei évtől. Több munkaügyi per. Közel harmadával több ügy érkezett a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz, mint az azt megelőző évben. Új lehetőség. Február 1-jéig kérhető a személyi jövedelemadó bevallás elkészítése a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól. A korábbi 3 milliárdról 3,5 milliárd forintra növeli a mezőgazdasági biztosítások díjtámogatásának keretét a miniszterelnökség az idei évtől. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Míg tavaly nemzeti forrásból finanszírozta a kormány az agrárbiztosítást kötő gazdák támogatását, addig idén már jelentős részben Európai Uniós forrás is felhasználható erre a célra. A mezőgazdasági termelők az új rendszerben is évente pályázhatnak a díjtámogatásra. Változatlanul olyan mezőgazdasági biztosítási szerződések díja támogatható, amelyek 30%-ot meghaladó hozamcsökkenés okozta veszteségre nyújtanak fedezetet, vagyis legalább ekkora kár keletkezik az egyes biztosított területeken. A miniszterelnökség tájékoztatása szerint a támogatható növénykultúrákban nem várható változás, a támogatás keretösszege viszont jelentősen megnő. A támogatható keret ez évben 3,5 milliárd forint összeget tesz ki, ennek 80%-a EU-s keret, 20%-a nemzeti keret. Ez a tavalyi évhez képest mintegy 10%-kal nőtt. Már tavaly túligénylés volt, ez azt jelenti, hogy a 65-55 és 45%-os limitek arányosan csökkentésre kerülnek, ha több a visszaigénylés, mint amennyi a rendelkezésre álló keret. Ez azt jelenti, hogy az úgynevezett A csomag 65%-os, a B 50, a C pedig 40%-os, ez a felső határa a támogatásoknak. Alapesetben a befizetett biztosítás díjának 65%-át kaphatják meg támogatás formájában a gazdálkodók, a biztosító pedig csak abban az esetben fizethet kártérítést, ha a kárt tűz esetén az illetékes hatóság, míg az időjárás okozta károkat az Országos Meteorológiai Szolgálat igazolja. Bodnár Sándor, az Allianz Hungária biztosító területi igazgatója elmondta, a mezőgazdasági biztosítások különböznek a hagyományos biztosításoktól, a kötésük pedig több szakértelmet és területi jártasságot igényel. A mezőgazdasági biztosítások kötésére egész évben van lehetőség. Viszont mindenképpen figyelemben kell venni, hogy március 31-éig a régi feltételekkel, tehát azaz az előző éves feltételekkel tudnak szerződéseket kötni az ügyfelek, március 31-e után pedig a tárgyévben kiadott feltételek szerint tudnak díjtámogatott mezőgazdasági szerződéseket kötni az ügyfeleink. Éppen ezért azt mondom, hogy mindenkinek minden időben lehet biztosítást kötni, de érdemes megvárni a március 31-ét, és ebben az időszakban kötni ezen biztosítási szerződéseket. Bodnár Sándor hozzátette, a gazdák egyéni eszközökkel is próbálnak védekezni a természeti károk ellen, például jégágyúval vagy hálókkal, de a biztosítások a kockázati körök mérséklése mellett is megérik a befektetést. Közel harmadával több ügy érkezett a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz, mint az azt megelőző évben. A munkavállalók leginkább a ki nem fizetett bérek miatt pereltek. Azokat a főként becsődölt cégeket jelentették fel, amelyek nem fizették ki a dolgozókat. Jelentős számban érkeztek panaszok a nemzetközi fuvarozást végző vállalkozásoknál dolgozó kamionsofőröktől is, a munkaidő elszámolással, pótlékokkal kapcsolatban. Több száz foglalkoztatott tett feljelentést tavaly a megyében a munkaügyi bíróságon követelve bérének kifizetését, hiszen több olyan csődközeli cég volt a térségben, ahol a munkavállaló a cég megszűnése és a pénzügyi nehézségei miatt nem kapta meg munkája utánjáró fizetését. Ezek a munkavállalók tömegesen fordultak a bírósághoz. A sajtóból többen is értesülhettek arról, ami megyénket is érintette, az első magyar környezettudatos szociális országos szövetkezet, ez bíróságunkra 200 ügy érkezését jelentette. Időközben megállapításra került, hogy a cég székhelye, mivel Jász-Nagykun-Szolnok megyében van, ezek az ügyek áthelyezésre kerülnek, áttételre kerülnek az ottani szolnoki közigazgatási és munkaügyi bíróságra, de jelenleg ezeknek az ügyeknek egy része még itt van a mi bíróságunkon.
50-60 hasonló eljárást vizsgálnak jelenleg is számos csődközeli cég ügyében. Sok bonyodalmat okoz mind a munkavállalónak és a vállalkozásoknak is a nemzetközi fuvarozásban dolgozó gépkocsi vezetők munkaidejének, bérének szabályos elszámolása. Milyen munkabérrel foglalkoztathatók a kamionsofőrök, napi díj milyen esetekben jár, hiszen a szakmában nem a napi 8 órás munkaidő az irányadó. A legtöbb vita a munkaidőkeret miatt van a sofőrök és a foglalkoztatóik között. A napi, heti pihenő időre vonatkozó szabályok is módosulhatnak a munkatörvénykönyvében. A tervezet már elkészült, márciusban fogadhatják el a törvénymódosítást. Várandós anya munkaviszonyát nem lehet megszüntetni, a felmondás visszavonásával azonban a bírság elkerülhető lesz. Amennyiben kiderül a felmondás közlését követően, hogy a munkavállalója gyermeket vár, vagy reprodukciós eljárásban vesz részt, ebben az esetben 15 nap áll rendelkezésére arra, hogy ezt a felmondást visszavonja. A tervezetben többek között szerepel az is, hogy jogellenes felmondás esetén az általány kártérítés a távolléti díj kétszerese is lehet, ami az eddigi követelhető összeg dupláját jelenti. Február 1-ig kérhető a személyi jövedelemadó bevallás elkészítése a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól. Azok élhetnek ezzel a lehetőséggel, akik munkáltatónál szereztek jövedelmet, és semmilyen kedvezményt nem érvényesítenek. Az elkészítés után külön értesítést majd csak az kap a NAV-tól, akinek visszaigényelhető vagy befizetendő hátraléka lesz. A munkavállalók egy részének 2016-tól már nem kell időt szánni a személyi jövedelemadó bevallásra. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal is elkészítheti a nyilatkozatot azoknak, akik kizárólag munkáltatótól szereztek jövedelmet, kedvezményt nem érvényesítettek és nem is tudnak, nem tesznek önkéntes kölcsönös biztosító pénztári, nyugdíj előtakarékossági, valamint nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot. A munkáltatótól a napokban fogják megkapni a 15M30-as nevű nyomtatást. Ezen a nyomtatványon kérhetik február 1-ig, hogy készítsük el részükre a bevallásukat. Nem egyenértékű ez a bevallási forma természetesen az egyszerűsített bevallási formával, hiszen azt február 16-áig igényelhetik az adózók. Ezzel a lehetőséggel mindazok élhetnek, akik egyébként munkáltatótól vagy kifizetőtől kaptak egyszeri munkabért, illetve semmilyen más kedvezményt nem kívánnak érvényesíteni. Azok, akiknek több munkáltatójuk van, egy munkáltatónál elég, hogyha jelzik ezt az igényüket. Annak, akinek több munkáltatója is volt, szabadon választhat, hogy melyiknél tesz nyilatkozatot. Azok is élhetnek azonban ezzel a lehetőséggel, akiknek nincs munkáltatójuk. Ők ezen a 15N31-es nyomtatványon közvetlenül az adóhivataltól kérhetik az igazolást. Az adózók több esetben kedvezményt is kaphatnak. Kedvezmények érvényesítését mindig az előző adóévre vonatkozóan teheti meg a jogosult, tehát ez azt jelenti, hogy az előző adóévre az idejében érvényesítheti akár a családi kedvezményt, akár az első házasoknak járó adókedvezményt. Az Állami Adó- és Vámhatóság a bevallási nyilatkozatok feldolgozása után 2016. május 20-áig készíti el az adóbevallásokat. Erről külön értesítést nem kapnak az adózók, csak abban az esetben, ha visszaigényelhető vagy befizetendő adójuk lesz. A magánszemélyek adójuk 1+1%-át továbbra is felajánlhatják civil szervezetek és egyházak javára. Erről a munkáltatójukon keresztül vagy közvetlenül a NAV felé kell majd nyilatkozniuk. Gyalogos gázolás történt Hodász és Nyírmeggyes között tegnap este a 471-es főútvonalon. A középkorú hodászi férfit súlyos sérülésekkel szállították a nyíregyházi kórházba. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. 15 intézmény, összesen 231 diákja vesz részt a szakma kiváló tanulója és az országos szakmai tanulmányi verseny írásbeli elődöntőjén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A megmérettetésről a folytatásban szólunk, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Vereséggel kezdte az évet a Marsónyíregyháza. A férfi kosárlabda bajnokság 13. fordulójában a Zalaegerszeget fogadta Sitko Ernő együttese, és a vendégek 81-71-es győzelemmel távoztak a Bemiskola csarnokából. A nyíregyházi csapat 3 győzelemmel és 9 vereséggel zárta az alapszakasz első körét. Egymás ellen lépett pályára az év első felkészülési meccsén a két megyebeli NB3-as futballcsapat. Az örökösföldi műfüves pályán a Nyíregyháza Spartakusz 2-1-re győzött a Nyírbátor ellen. A Sparia Sénő, a Nyírbátor pedig a Nyírgyulaj ellen játssza a következő előkészületi mérkőzését.
15 intézmény, összesen 231 diákja vesz részt a szakma kiváló tanulója és az országos szakmai tanulmányi verseny írásbeli elődöntőjén Szabolcs-Szatmár Bereg megyében. Idén mintegy 40 szakmában versenyeznek a diákok, országszerte összesen közel 6000 fő jelentkezett a megmérettetésekre. A szakma kiváló tanulója és az országos szakmai tanulmányi verseny központi írásbeli elődöntőinek a megyei kereskedelmi és iparkamarák adnak otthont. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében 231 diák mérheti fel tudását januárban. A versenyen a tavalyihoz képest 4-jel több, összesen 40 szakmában indulhattak a tanulók, többek között asztalos, pincér, szakács és faipari technikusok jelentkezhettek. Nyíregyházanosi Főbarna iskolából jöttem, most végzős vagyok 12-es pincérszakon, és azért jöttem a versenyre, mert ez egy jó próbatétel, meg ugye, hogyha sikerül, akkor vizsgán az írásbeli alól felmentenek, és azért az nagy előny így utolsó évesen. Az elődöntőben egy írásbeli feladatot töltenek ki a versenyzők, amelyben a szakmai kérdéseken túl egy úgynevezett szellemi totó is szerepel. A diákok ennek segítségével tapasztalatot szerezhetnek a tanulmányaikat záró vizsgákra is. Már szokják a szakmunkás vizsgának magának a hangulatát, hiszen a komplex szakmunkás vizsgáztatás a mai világban az már egy nagyon összetett feladat, és ennek egy része az írásbeli feladat is. Nem tudom, lesznek-e nyelvi kérdések, mert erről nem kaptunk tájékoztatást természetesen, de itt már a nyelvet is előtérbe helyezik nagyon. Az eredményes részvétel több előnnyel jár a diákok számára, szakirányú továbbtanulás esetén többletpontokat jelent, valamint bizonyos szakmákban az európai bajnokságon való részvételre is feljogosítja őket. Vereséggel kezdte az évet a Marsónyíregyháza. A férfi kosárlabda bajnokság 13. fordulójában a Zalaegerszeget fogadta a Sitko Ernő együttese, és a vendégek 81-71-es győzelemmel távoztak a Bemiskola csarnokából. A nyíregyházi csapat 3 győzelemmel és 9 vereséggel zárta az alapszakasz első körét. Az új névvel a Blue Sharks, azaz kékcápák elnevezéssel ellátott új szerelésében lépett pályára nyíregyházi gárda, amely az első negyedben mindössze 10 pontig jutott, miközben a másik oldalon 30 pontot szorgosodott össze a vendégcsapat. A második negyedben bevetette az egész pályás letámadást a hazai együttes, ami olyannyira bevált, hogy egy 13-0-ás, majd egy 12-2-es rohanást produkálva a nagyszünetre már 2 pontos nyíregyházi előnnyel vonulhattak le a csapatok. A harmadik 10 perc végére 5 pontos erényt szereztek a zalaiak, de a döntés a záró negyedre maradt. A hazaiak mindent megpróbáltak, támadhattak a vezetés átvételéért is, de a végjátékból az ETL jött ki jobban, és 10 pontos győzelemmel zárta a találkozót, míg a nyíregyháziak sorozatban negyedik vereségüket szenvedték el. A második félidőben a mi támadó játékunk nem olyan volt, amit szerettem volna. Túlságosan sokat vállaltuk el a külső dobásokat, ahelyett, hogy erőltettük volna a palánk alatti játékot, illetve a betörésekkel is a gyűrűig mentünk volna. Ha ezt tesszük, akkor adtunk volna esélyt annak, hogy a játékvezetők esetleg falta tudjanak fújni, és a falt problémába zavarjuk az ellenfél meghatározó játékosait, de nem ezt tettük, hanem kívülről lívelgettünk, és ezek nem találtak, sajnos. A vendégek edzője szerint a számukra katasztrofális második negyedet követően újítani tudtak, így megérdemelten nyerték meg a mérkőzést. Az első negyedben azt játszottuk, amire készültünk és amit megbeszéltünk. Szerintem a mi kontrollunk alatt játszott az egész első negyed, és nem csak azért, mert bedobtuk, hanem egyáltalán jól is védekeztünk, meg voltak a lepattanóink. Igazából semmi nem mutatott a második negyedbeli katasztrofális játékunkra. Főleg úgy, hogy készültünk is a letámadásra. Igazából nem tudtuk megoldani negyed közben ezt, hogy hiába volt időkérés, hogy azt a tudatos játékot nyújtsuk, amit egyébként aztán szerintem a második fél időben már mind a két negyedben nyújtottunk, hogy a labda felhozatala után viszonylag sokáig támadtunk, sokáig próbáltunk helyzetet kialakítani, sok lehetőség volt a fautokra, sokat védekeztettük a Nyíregyházát, és azért a támadások vége felé azért hibázgattak, és ugye ezeket mi kihasználtuk. A forduló további eredményei: atomerőmű esem MAFC 112-76, Pécs Jászberény 94-73, Sopron Kaposvár 97-82, Albafehérvár Szeged 107-74, Szolnok Kecskemét 84-70 és Szombathely Körment 73-69. A tabella élén a Szolnok áll 10 győzelemmel és 3 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező atomerőmű esét. A Marsónyíregyháza 3 győzelemmel és 10 vereséggel a 12. helyen zárta az alapszakasz első körben.
körét. Sitko Ernő együttese szombaton a MASZ vendégeként lépett volna pályára, mivel azonban a fővárosiak csarnok felújítása még nem fejeződött be, februárban játsszák le a meccset a csapatok. Egymás ellen lépett pályára az év első felkészülési meccsén a két megyebeli NV3-as futballcsapat. Az örökösföldi műfőves pályán a Nyíregyháza Spartakusz 2-1-re győzött a Nyírbátor ellen. A Sparia Sényő, a Nyírbátor pedig a Nyírgyulaj ellen játssza következő előkészületi mérkőzését. Csak úgy, mint nyáron, a téli felkészülés kezdetén is a Nyírbátor ellen játszott első edzőmeccsét a Nyíregyháza Spartakusz. A vezetést Sós révén a vendégek szerezték meg, a hazaiak Rezes góljával egyenlítettek a második félidőben, a győztes találat pedig Pöröskei nevéhez fűződik. A szurkolók egyelőre nem láthattak új mezőnyjátékost a Spariban. Nem lesz túl nagy fluktuáció, de két-három emberre mindenképpen számítok. Az látszott már, hogy volt két játékos a kapuban, aki talán ismeretlen számunk a nyíregyházi közönség számára. A Kurusz Péter személye szerintem a jövő, hiszen egy nagyon-nagyon tehetséges srácról van szó, aki az elmúlt időszakban sajnos egy nehezebb periódusban volt, hiszen volt két térdműtétje. Hál' Istennek, hogy néz ki a térde, az jó, és Öcsire ugyan számítunk maximálisan a továbbiakban is, de talán ő már a pályán, mint a Péter, az talán már a jövő. Ő várat még játékosokat, Szécsi Márkkal a klub megállapodott, ő hétfőtől teljes mennyiségű velünk fog készülni, illetve még két minőségi embert szeretek mindenképpen a védelembe, illetve a támadó szekcióba is igazolni. A nyírbátori csapatot immár nem megbízott, hanem teljes jogú edzőként irányította az első félidőben pályára is lépő Ambrusz Árpád. Az NB3 utolsó helyén álló bátoriak mindenképpen szeretnék megerősíteni a csapatot. A téli szünetben nem könnyű igazolni, hiszen mindenkinek szerződése van. Ennek ellenére mindenképpen célunk az, hogy kellőképpen megerősítsük a csapatot. Mindenképpen és minden áron bent szeretnénk maradni ebbe az osztályba. Vannak távozóink, Ráti Gergő és Pál Völgyi Balázs, és vannak érkezőink, Lakatos László és Vámos Márk személyébe. Ezen kívül még szeretnénk 3-4 olyan embert igazolni, akik egyértelmű erősítést jelentenek a csapatunknak. A Nyíregyháza Spartakusz legközelebb szombaton lép pályára, akkor a Sényűvel játszanak az örökösföldi pályán Törtejék. A Nyírbátor a héten nem játszik edzőmeccset, a jövő héten viszont szerdán a Nyírgyulajt fogadják, szombaton pedig Kisvárdára látogatnak Ambruszék. Bár két meccslabdája is volt, végül vereséget szenvedett a 70 ezer dollár összdíjazású ausztráliai tenisztorna elődöntőjében Fucsovics Márton. A nyíregyházi teniszező az első helyen kiemelt izraeli Dadi Szelától kapott ki 6-2-6-7-7-6-ra. A legfrissebb világranglistán a 193. helyen álló Fucsovics szerdán Melbourneben az Australian Open selejtezőjében lép pályára. Híradunk végén, nézzük a legfontosabb híreket, még egyszer néhány mondatban. A korábbi 3 milliárdról 3,5 milliárd forintra növeli a mezőgazdasági biztosítások díjtámogatásának keretét a miniszterelnökség az idei évtől. Míg tavaly nemzeti forrásból finanszírozta a kormány az agrárbiztosítást kötő gazdák támogatását, addig idén már jelentős részben Európai Uniós forrás is felhasználható erre a célra. Közel harmadával több ügy érkezett a nyíregyházi közigazgatási és munkaügyi bírósághoz, mint az azt megelőző évben. A munkavállalók leginkább a ki nem fizetett bérek miatt pereltek. Azokat a főként becsődölt cégeket jelentették fel, amelyek nem fizették ki a dolgozókat. Jelentős számban érkeztek panaszok a nemzetközi fuvarozást végző vállalkozásoknál dolgozó kamionsofőröktől is, a munkaidő elszámolással, pótlékokkal kapcsolatban. Február 1-jéig kérhető a személyi jövedelemadó bevallás elkészítése a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól. Azok élhetnek ezzel a lehetőséggel, akik munkáltatónál szereztek jövedelmet és semmilyen kedvezményt nem érvényesítenek. Az elkészítés után külön értesítést majd csak az kap a NAV-tól, akinek visszaigényelhető vagy befizetendő hátraléka lesz. A Kölcsei Televízió híradóját látták hétfőn. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Tudósításainkat addig is elérhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!
Holnap változóan felhős időre számíthatunk, kisebb esővel. Keddestig egy ciklon vonul át térségünk fölött, ezért kezdetben enyhe, nedves, majd hidegebb, szárazabb léghullámok érkeznek fölénk. Éjjel borult lesz az ég, jelentős mennyiségű eső várható. A déli majd a délnyugatira forduló szél megélénkül, többfelé meg is erősödik, reggelre általában 0 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap eleinte erősen felhős lesz az ég, majd napközben felszakadozik a felhőzet, és a változóan felhős ég mellett némi napsütés is várható. Helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor, a délnyugati szél többfelé megélénkül. Délutára 6 fokig emelkedik a hőmérséklet, eleinte meleg, majd hideg fronti hatás várható térségünkben. A hét közepén a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett időnként erősen megnövekszik a felhőzet, és előfordul eső, záporeső, a magasabban fekvő területeken kisebb havazás, hózápor. Pénteken beborul az ég, és havazásra kell számítani. A hétvégén időnként felszakadozik a felhőzet, de még több helyen kialakulhat hózápor. Az északira forduló szél viharossá fokozódhat, emiatt hófúvás is előfordulhat. Jelentős lehűlésre van kilátás.